150 új intézményt vállaltunk a egész Kárpát-medence kőhoni közösségeire vonatkoztatva. Ott a tervezetnél lassabban halad, hiszen a bürokrácia, a helyi jogszabályoknak a sokszínűsége nem könnyíti a helyzetünket. Tehát az új intézmények 19 és 20-ban kerülnek elsősorban átadásra, de itt Felvidéken is például épül a Komáromi a kereszti református egyház szervezésében, vagy Kassán megvásároltak egy nagyon szép belvárosi épületet, az is halad előre, és reméljük, hogy még az ősz folyamán több alapkövetételre sor kerülhet. Viszont a felújítások vonatkozásában 132 óvoda felújítása zajlik két ütemben, ez 3,5 milliárd forint értékű a magyar állami investíciót jelent a felvidéki óvodahálózatba, és itt Albáron kifejezetten megvalósul az a cél, hogy emeljük a magyar óvodákban járó gyermekek létszámát, hiszen itt 25-ről 50 főre fog növekedni a építkezések befejezését követően az idejáró gyermekek létszáma. Főleg a módszertanban szeretnénk olyan, talán nem túlzás, az olyan hungarikum módszertani elemeket beemelni még a programba és általánossá tenni a Kárpát-medencében, mint például itt Felvidéken a nagyon jól működő ringató és cseperedő programok, ezeket szeretnénk elterjeszteni minden felé, valamint szeretnénk azt is, hogy a Hagyományok Háza Romániában már akkreditált óvoda programja, amely a páratlanul gazdag magyar gyermekjátékok és néptánc népzenekincsre alapozódik, az is egy általános módszertani elemmé váljon az egész Kárpát-medencében. Az is eredménye ennek a programnak, hogy Szlovákiában is örömmel értesültünk arról, hogy hirtelen a szlovák állam is támogat magyar óvoda a felújításokat, amelyek hosszú évekig, évtizedekig nem voltak jellemzőek. Romániában törvénymódosítás történt, fejkvóta alapú szektor semleges támogatásban részesülnek, mind az óvodában, mind a bölcsödébe járok, és a bölcsödékre külön törvény fog készülni. Ez mind a magyar óvodafejlesztési program által generált probléma megoldásokat jelentik. Azt gondolom, hogy ennek a programnak a fő eredménye az az, hogy 100 000-eket tudtunk megmozgatni nagyjából egy azon cél érdekében a Kárpát-medencében. Ez a cél pedig kettős, hogy növeljük a magyar óvodába járó gyermekek létszámát a jelenlegi 48 000-ről 60 000 főre, és ebből következően pedig növekedjen meg a magyar állt alapfokú oktatási rendszerbe beiratkozott magyar gyermekek létszáma. És még olyan tendenciák is megjelentek, hogy a nyelvhatárokon a vegyes házasságokból sokkal több gyermeket iratnak lassan be magyar óvodába, és ezt a tendenciát szeretnék a Kárpát-medence szintre növekedni.